Mezőhegyesen a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságban össze kell egyeztetni a jövedelemtermelő tevékenységeket az olyan feladatokkal, mint például a nónius fajta megőrzése. Ha pedig jól csinálják, a nónius tenyésztés is jövedelmező lehet. Korábban a nónius fajtát elsősorban az ágyú talp húzására használták, ma erről már nem beszélhetünk, kifejezetten fogacsport célú szelektálás van ma Mezőhegyesen. Emellett természetesen hátaslóként is használjuk, hiszen a Nemzeti Lovas Díszegységben mezőhegyesi nóniuszokat láthatunk minden alkalommal, a parlament mellett például, de az elsődleges használat az a fogacsport, és a modern fogacsport miatt egy kicsit a meglévő fajta standardtől el kell térnünk, finomítanunk kell a lovakat, azonban nem térhetünk el magától a fajtától. A nónius a fajta standard szerint erőteljes, szilárd szervezetű, markáns megjelenésű, tömeges, de elegáns kocsiló, testtömeggel arányos nagyságú, karakteres, de nem túl durva, félkos vagy kosfejjel. Marmagassága bottal 155-165 cm közötti, attól függően, hogy a magasabb mezőhegyesi vagy az alacsonyabb hortobágyi tájfajtáról van e szó. Itt a háttérben dolgozik nónius 14-25 család, aki egy 4 éves mén. Tavaly a ménvizsgának a győztese volt itt az országos nónius tenyésszemlén. Idén második helyezettet adtunk a tenyésszemlén. Minden évben ott vagyunk a legjobbak között a nónius mének mén utánpótlás előállításában. Itt állomásozik a ménes birtokon Nélus, a 14-es törzsmén, aki azt lehet mondani, hogy jelenleg a fajtának az etalonja. A tenyésztés, ha a nóniuszról van szó, a szoros rokontenyésztés okozta problémák javítását jelentheti. Ilyen probléma lehet a túlzott nehézkesség, túlburkolt fej, vagy bizonyos lábvégfejlődési problémák, amelyeket azonban a ménesekben már nem láthatunk. A fajta finomítása cseppvérkeresztezéssel történik. Használunk cseppvérkeresztezésben angol telivér, illetve más sportlófajtájú méneket, amelyeket arra engedélyeznek, hogy a kanca utódaikat visszafedeztetve, fajta tiszta nóniusszal fedeztetve javítsuk egy kicsit az állománynak azokat az esetleges problémáit, ami amiatt lehet, hogy egy szűk kancaállományról, mint egy 900 kancáról beszélünk csak az országban. A fajta megőrzésre használt kancaállomány a cég sportló típusú kancáival együtt arra is alkalmas, hogy nem nónius ménekkel fedeztetve modern sportlovakat tenyésszenek, akár saját versenyzőik számára, akár értékesítési célra. Azt gondolom, hogy ez a kettő ki kell, hogy egészítse egymást, tehát nem lehet azt mondani, hogy vagy ezt csináljuk, vagy azt. Mai modern használatnak megfelelő, de gémmegőrzésnek is megfelelő állományt kell tartanunk. 20 mezőhegyesi kanca család volt valaha, ebből sajnos 11 kihalt tőlünk függetlenül is az idők során. Az a 9 mezőhegyesi kanca család, ami létezik, azokat fenntartjuk, illetve a 12 népies kanca családból is igyekszünk minél többet megtartani. De nagyon sok kancánk nem kanca családos, ugye korábban nem volt zárt a törzskönyv, és egyébként a legjobb kancáink pont ezekből a nem kanca családos állományokból vannak. 34 tenyészkancával tenyésztünk jelenleg. Azt lehet mondani, hogy ennek nagyjából a fele olyan, aki produkált már olyan ivadékot, hogy a sportban, a fogacsportban kipróbált eredményes egyet lett belőle. Tehát azt tudom mondani, hogy nagyjából a kancáknak a fele esetében arra törekszünk, hogy elsősorban a sportcélt szolgálja ki, természetesen a fogacsportról beszélek itt. A másik felét viszont, mivel a kanca családok megőrzése is ugyanolyan fontos, illetve nem is lehet minden esetben megmondani, hogy az a kanca család az biztos, hogy inkább egy kevésbé sportos típusú csikót fog adni, így azokat is igyekszünk megtartani, ez a 34 kancás állomány, ez megfelelő. A sportlótenyésztés eredményességét mutatja az a 2020. május 5-én született csikó, Revanche M, amely alig pár hónaposan már díjnyertes volt. Észtországból jelentkezett is rá egy vevő, de a ménesbirtok szakemberei és vezetői úgy döntöttek, az állatnak az országban kell maradnia. A tenyésztési munka pedig a gémmegőrzésnek és sportcéloknak megfelelően tovább folyik. Nónius tenyésztésben, ahogy említettem, ez a 34 kanca, amivel tervezünk tovább tenyészteni. 3-4 mént fogunk használni jövőre is. Elsősorban nónius fajtájú méneket, de amennyiben olyan sportló mén kerül képbe, akkor néhány kanca esetében érdemes a cseppvérkeresztezési cél alatt kipróbálni. A magyar sportló fajtában pedig 10-12 kancával tenyésztünk, ott kifejezetten célpárosításokról beszélhetünk csak, díjugratás céljára elsősorban, tehát nekünk az a fő fókuszunk a sportló
lótenyésztésben, és igyekszünk minél többet mélyhűtött import szaporítóanyagból előállítani, hiszen azokra van kereslet, ahogy ezt láttuk a mostani csikórevanzsem esetében is.